A fiatal tehetségekből álló alkalmi kvartett is elkártáztatta a szép számú hallgatóságot. Akik ezen a délutánon pódiumra léptek, valamennyien eltökéltek arra, hogy zenei pályát válasszanak. Éppen ezért az idejük jelentős részét áldozták a muzsikálásnak. Négyen már a zeneakadémiai vagy határon túli zenei felsőoktatási tanulmányok előtt állnak. Alig volt lehetőség nekik is koncertezni, ez az egyik. A másik az, hogy nem csak nekik nagyon szuper az, hogy ők itt most koncertet játszhatnak, hanem a szekszárdi cselistákat és a paksi cselistákat és a bonyhádi cselistákat is arra kértem a tanárnőjüket, hogy hozzák el. Egy óriási inspiráció a csellón tanuló gyerekeknek az, hogy szinte saját korosztályukat, középiskolás gyerekeket ilyen szinten hallhatnak csellozni. A fellépőknek is ez egy nagy lehetőség. Azért, mert az elmúlt időszakban kevés koncert lehetőségük volt, és az a négy csellista, a fellépő 8-ból, akik most felvételi előtt állnak, és zeneakadémiára készülnek, vannak, akik külföldre mennek tovább, nekik minél több koncert fellépési lehetőségük van, annál sikeresebb lehet majd mondjuk a felvételőjük, adott esetben egy következő koncert, azon túl, hogy már most is nagyon-nagyon ügyesek. A 8 fellépő mindegyikének közös felkészítője van. Kardosné Kemény Krisztinának, a Liszt-Ferenc Zeneművészeti Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézet tanára, aki azt mondja, nagyon kemény munka áll a tudás mögött, amit ezek a fiatalok elértek. A felkészítő véleménye szerint a magyarországi zenei képzés olyan szintű, hogy aki komolyan erre a pályára adja a fejét és a energiákat sem kímélve készül, komoly eséllyel nyer felvételt bármelyik külföldi neves zenei intézménybe. Nekem van például olyan növendékem, aki most Bécsben tanul a Várvai Istvánnál, nagyszerű fiatal csellista, egy másik a Fenyő Lászlónál Frankfurtban, tehát tényleg nagyon jók a magyar honosok, és a csellisták különösen nagyon-nagyon jók, én úgy gondolom. Ezzel nem magamat dicsérem, hanem úgy általában a cselló oktatást. Cselló a vonósok egyik legnépszerűbb hangszere, igaz, mondja a szakember, ahhoz, hogy igazán élvezetes játékot tudjon nyújtani a tanuló, időre van szükség. Kicsit később jön meg az eredménye, mint hogyha furuján vagy zongorán tanulna, mert ott kész hangokkal dolgoznak, de viszont gyönyörű hangja van, és ebbe elég hamar beleszeretnek a gyerekek. Óriási hangterjedelme, tehát tényleg egy cselló az énekel, az hasonlít legjobban az emberi énekhanghoz. Kicsit elfogult vagyok. Szőcs Ármén a szekszárdi Liszt-Ferenc Zeneiskola tanulójaként ismerkedett a hangszerrel. Mi arról beszélgettünk, vajon milyen eszközökkel lehet népszerűbbé tenni a muzsikus pályát a fiatalok között. Kiskoromban szüleim sokat hallgattak csellót, és én így megszerettem kicsiként a hangját, aztán amikor jött a zeneiskolai beiratkozás, akkor megjelöltem a csellót, és aztán utána hát csak beleszerettem. Szólózenésznek lenni teljesen más, mint egy zenekarban játszani. Zenekarban ugye ott ülnek a szólamtársaim, és ilyen szempontból számíthatok segítségre, viszont szólózenészként egyedül ülünk a színpadon, ezért így laikus szemmel ezért is nézhetjük úgy, mintha ez nehezebb lenne, de én szerintem úgy vagyok vele, hogy kinek mi. Tehát ugyanolyan nehéz a kettő, zenekari zenésznek lenni és szólózenésznek lenni is. A szólistaságra keveseknek van esélye, mert ahhoz rengeteg minden kell, állóképesség, szerencse, nagyon aszkétikus életmód, de nagyszerű zenekari muzsikusok lehetnek, kvártetben, kamarazenekarokban. Ebben a pillanatban úgy néz ki, hogy a Liszt-Ferenc kamarazenekarban két növendékem is játszik. Tehát ezek nagyon-nagyon klassz dolgok. És hát tanítani, az sem mindegy, hogy ki fogja tanítani a következő generációt.
én az életemet zene nélkül el sem tudnám képzelni, és így megéreztetném velük, hogy milyen zenésznek lenni, és milyen a zene, mert szerintem ez egy olyan érzés, amit így nem nagyon lehet pótolni az életben. És hogyha ezt megérzik, akkor szerintem sokkal nagyobb kedvel lesznek zenészek ők is. Hát lehet, hogy meglepő, amit mondani fogok, de nem is annyira a gyerekeket, hanem a szülőket kell. Mert a gyerekek járnak zeneiskolába, és amikor elérkezik az az idő, hogy választani kell a pályaválasztás, akár már gimnáziumot, akkor a szülők elgondolkodnak, hogy valami számítógép, nyelvet tanulni, stb. Tehát pedig nekünk arra is gondolni kell, hogy egy zeneértő közönséget kinevelni. Tehát nem kell mindenkinek feltétlenül pályára menni, de az, hogy a koncerteken legyen értő közönség, aki oda megy, aki szereti, ahhoz viszont nagyon jó, és sokkal jobb a tanulmány eredménye a zenét tanuló gyerekeknek. Megtanulják ezt a komplex gondolkodást. A zenei nevelés fontosságáról nagyon sokan és sokat beszéltek és beszélnek ma is. Szinte mindegy, ki miért ismerkedik meg a zene alapjaival, és ha már megismerte és elkötelezetté vált, a lehetőség megvan arra, hogy kiemelkedő pályát fusson be. A bizonyíték itt volt ebben a 8 fiatalban.